Rövid időn belül átalakul a tamási polgármesteri hivatal és környéke. Az intelligens hivatal pályázatának eredményeként azonban nem csak az épület látképében és belső terejében megy végbe az átalakulás, de érinteni fogja ez az épület környezetét, nos a hivatal teljes számítógépes rendszerét is. Több egyedi támogatást kaptunk, egyedi támogatásra vonatkozó támogatási szerződést kötöttünk, amelyek elsődlegesen előkészítési költségeket finanszíroztak, és ennek alapján tudtunk elindulni. Ez érintette a hivatalt is, hiszen az intelligens hivatalnak az előkészítését, az építési engedélyezési terveit, kiviteli terveit meg tudtuk kezdeni, és az idejében pedig a közbeszerzési eljárást is meg tudtuk indítani. Teljesen új, megújul az épület műszakilag is, azon túl, hogy energetikailag is egy rekonstrukció valósul, meg teljesen új megoldásokkal fogjuk szolgálni a lakosokat, az ügyfeleket, illetve az épületen belül helyet kap egy úgynevezett városablak is, a kormányablak mintájára, ahol az egyes közszolgáltatásoknak a képviselői kaphatnak helyet, és itt tudják intézni a közszolgáltatásokkal kapcsolatos ügyeiket a lakosok. Az átalakulás nem egyszerű, hiszen az épület helyi védettség alatt áll, így sok tekintetben a beruházó keze meg van kötve. Az építkezés azt is jelenti, hogy hamarosan a városháza minden dolgozójának új helyre kell majd költözni az átmeneti időre. Minden a reményeink szerint és a terveink szerint fog történni. Akkor idei év közepén, nyár végén megkezdődhet a kivitelezés, és ez másfél-két évet fog jelenteni. De erre is előkészültünk az idei év során, minden ügyintézőnknek megvan a megfelelő hely. Azok, akik ügyfeleket fogadnak, azok természetesen a városközpontban kapnak helyet, ott kerestünk nekik helyet. Elérhetőek lesznek, megközelíthetőek lesznek, tehát az ügyfelek ebből nem fognak semmi hátrányt érezni, hogyha mi ebből az épületből elköltözünk, mert a kivitelezés során teljesen ki kell ürítenünk az épületet, az irattártól kezdve minden ügyintézőnek más helyen kell dolgoznia. Ha minden a tervek szerint zajlik, két év múlva egy megújult városközpontban a műemléki védettség alatt álló épület jellegének megőrzése mellett a kód követelményeinek megfelelni tudó korszerű polgármesteri hivatala lehet Tamási városának. Addig azonban zajlik az élet, és rövidesen sor kerül a város legnagyobb közösségi eseményére, a tavási lovas napra is. Minden évben a képviselőtestület dönt arról, hogy támogatja ezt az egyik egyébként legnagyobb és legszínesebb, és ahogy elmondtam, a legrégebbi múltra visszatekintő rendezvényt az idei évben 2 millió forinttal tudja támogatni a város önkormányzata a lovasnapot. Természetesen mi is és az üzemeltető egyesület is számít még főleg helyi szponzorok támogatására, illetve folyamatosan figyeljük a pályázati lehetőséget, hogy milyen civil és egyéb forrásokat tud bevonni akár az egyesület, akár pedig közösen az önkormányzattal, hogyan tudjuk még segíteni ezt a rendezvényt. Az önkormányzat segítségével az elmúlt esztendőkben a pálya jelentős fejlesztésen esett át, és ez a folyamat a tervek szerint a jövőben folytatódni fog, mondta Porga Ferenc polgármester. Lelátó is készült most már, ott még a fedése van vissza ennek az új lelátónak, illetve a kiszolgáló épületek egy része is elkészült, de azért van még feladat, hisz egy fogadhajtó pálya is készülőben van a mostani díjugrató pálya mellett, illetve még vannak olyan épületek a pálya mellett, főleg kiszolgáló épületek, istállók, melegítő pálya, amely felújításra, megújításra szorul. Bízunk benne, hogy a következő 2-3 évben sikerül ezeket a fejlesztéseket is befejezni.